get a lot further in life with hard work and being a good person than hard work and being an a**hole. Dwayne Johnson manapság Hollywood egyik legizmosabb, legkarizmatikusabb és legsármosabb színésze, aki 20 évnyi kemény munkával csiszolta tökéletesre saját megjelenését. Mai videónkban megmutatjuk, hogy a szikla háta mögött húzódó sportkarrier nem csak a hatalmas izomtömeghez segítette hozzá a sztárt, hanem megtanította neki, hogyan vészelje át a nehéz pillanatokat, és hogyan fejlessze magát napról napra. Ahhoz, hogy átalakulásának igazi sikerét megértsük, rögtön az elején kell kezdenünk, méghozzá 1988-ban Dwayne Douglas Johnson tínédzser éveivel. Dwayne Johnson életének gyermekkorától kezdve szerves részét képezi a sport, nagyapja és édesapja egyaránt profi birkózók voltak. Ennek ellenére mégsem erre az útra vezette őt a sors, tanára kérésére amerikai focizni kezdett középiskolás éveiben. Ehhez persze kellett brutál génállománya, a kamasz Dwayne 16 éves korára simán megütötte a 190 centis magasságot és a 100 kg-os testsúlyt, így finoman szólva is tökéletes alapanyagnak számított a durva kontaktsporthoz. Kemény munkájának hála elérte, hogy ösztöndíjjal felvegyék a Miami Egyetemre, ahol védőként játszott, és 1991-ben nemzeti bajnokságot is nyert. A város ennek ellenére nem hozott számára átütő sikert, folyamatos sérülésekkel küzdött, kikerült a kezdőcsapatból, és végül az NFL-be se válogatták be. Így 1995-ben kriminológiai és pszichológiai diplomával a kezében csalódottan köszönt le Miami városából. Ha nincs az 1995-ös lelkitörés az életében, a szikla talán sosem válik napjaink egyik legsikeresebb színészévé. A Miami-ban szerzett szörnyűsebb után ugyanis a végső kegyelem döfés még hátra volt. A Calgary Stampeders csapata alig pár hónap leforgása után lapátra tette az újonc Johnsont, aki így örökre kiábrándult a futballvilágából, és inkább a családi öröksége a birkózás felé kezdett kacsingatni. 1996-ban debütált a WWF-ben Rocky Maivia néven, ami nagy és édesapja neveinek kombinációjából jött ki, és Johnson ezúton tisztelgett felmenői előtt. Annak ellenére, hogy kezdetben még rendes felszerelésre sem volt pénze, néhány próbameccs után sikeresen aláírt a WWE-hez, ahol mindenkinél keményebben dolgozott, és 1999-ben az év pankrátorának választották. A pankráció rengeteget adott a korábban összetört férfi számára, és ezzel együtt a sportág olyan legendájává válhatott, aki minden létező elismerést kiérdemelt, és sikeresen elsajátíthatta azokat az alapvető fogásokat, amik a magabiztos szerepléshez és a színjátszáshoz szükségeltetnek. Nem csoda, hogy 2001-ben meg is kapta első szerepét Skorpió királyként a Múmia visszatér című moziban, innentől kezdve pedig megkezdte transformálódását azzá a hollywoodi csillaggá, akit ma is ismerünk. Fokozatosan sodródott egyre messzebb a pankrációtól, majd 2004-ben visszavonult a sportáktól, és egészen 2011-ig nem is szállt újra ringbe. 2002 fordulópontnak számít. Johnson ugyanis ekkor kezdte el gyökeresen megváltoztatni megítélését, és profi sportoló helyett egyre inkább showmanként és színészként kezdett megjelenni a társadalom szemében. Ehhez komoly image és testépítést kellett véghez vinnie, és ezzel szépen elkezdte levetkőzni a korábban védjegyévé vált görög isten stílust. Megkapta első önálló filmjét, a Skorpió királyt. A producerek pedig kezdték ténylegesen elismerni a tehetségét, így 2002 és 2010 között több mint 10 különböző filmben vállalt oroszlán szerepet. 2010 környékére kezdett kialakulni a mára már jól ismert figura. Megjelent a zsánerének számító hatalmas hófehér mosoly, és ahogy a haja egyre fogyott, úgy nőttek egyre gigantikusabb méretű izmai. Ekkor kapta első szerepét a Halálos iramban szériában, és Dom Toretto ellenlábasaként muszáj volt hoznia az egyszemélyes hadsereg karakterét, így beindult a véget nem érő edzőterem látogatás. Innentől már nem volt megállás. A stúdiók kapva kaptak az elképesztő karakter után, Johnson pedig kénytelen volt az eredményesség mellé a fenntarthatóságot is a rutinjába építeni, hogy megőrizhesse a tőle elvárt formát. A korábbi történelmi lecke azért volt fontos, mert hiába volt Johnson mindig is elképesztően erős, leglátványosabb eredményei akkor következtek be, mikor egy óramű pontosságú rendszert épített ki a saját teste részére. Mindezt úgy, hogy egyszerűen csak igényes volt magára. Rájött arra, hogy az egészséges étrend, a kemény edzés, a stílusos megjelenés és a stabil szellemi háttér együttes ereje rettentő magasra repítheti, és ennek mentén kezdte kitapasztalni a tökéletes egyensúlyt. Johnson elmondása szerint kevés dolgot imád jobban a világon, mint a finom ételek elfogyasztását, és persze erre szüksége is van, hisz ha az ember 120 kilónyi izmot akar mozgatni, akkor annak ellátásáról bizony gondoskodnia is kell. Carbs are your friend. I like the way you think. Come on. Carbs are good carbs. A sztár több mint 4000 kalóriát fogyaszt naponta, és mindig figyel rá, hogy az, amit a szervezetébe bevisz, az garantáltan segítse a fejlődését.
A szikla szerint azonban nem mindig csak a fizikai hasznosság számít, a lelkünket is jól kell lakatni, ezért ő is rendszeresen tart csalónapot. A közösségi oldalakon gyakran látni képeket, ahogy egy fárasztó nap után az óriás bekészít magának egy hatalmas adag sushit vagy süteményt, és a kedvenc sorozata társaságában átadja magát ezeknek, pont mint bármelyik hétköznapi ember. Annak, aki ekkora izomtömeggel végez ilyen szintű testedzést, az nyilván megérdemli a bűnözést. A szikla ugyanis heti 5-6 edzéssel operál, viszont ha valami miatt kiesik egy-egy nap a rutinjából, azt mindig igyekszik visszadolgozni. Sokan már az első nap elvéreznének a színész programja során, főleg ha meglátnák, hogy Dwayne szereti általában hajnali 4-kor elkezdeni a napi kondizást, hogy egyszerre ébredhessen a nappal, és ha erre nincs lehetősége a munkája miatt, akkor akár este is bevállalja a dolgos nap után a pihentető gyúrást. Összességében tehát tévhitei senkinek ne legyenek. A színész a 30 éves karrierje során hiába sérült meg, váltották le vagy rúgták ki, mindig talpra állt. És ez a személyiség volt a kulcs ahhoz, hogy még 50 évesen is minden nap csúcsra tudja járatni magát, és ezért ő Hollywood jelenleg legkeresettebb színésze. Na mára itt a vége. Ha tetszett ez a kis Dwayne Johnsonos összefoglaló, akkor ne felejts el feliratkozni, hogy ne maradj le a többi videónkról sem. Hamarosan újra találkozunk. Viszont addig is, sziasztok!